Sziasztok, színház, színház, tévé. Köszöntöm Önöket, Fénykép című kulturális magazin műsorunkat látják. Az 5. érdi művésztelepen készült alkotásokból nyílt kiállítás a Városi Galériában. A táborban 2 héten át alkottak az érdi és a környékbeli művészek, így az ott készült alkotások kivonatával találkozhat az érdeklődő a tárlaton. Már 5. éves az érdi művésztelep, és az olyan félig kívül, félig belülálló, azaz egyszerre távolságot tartó, és az érintkezés gátjait empatikusan lebontó interpretátori embernek, mint amilyen jó magam vagyok, valószínűleg megegyeznek a benyomásai az egyszerű érdeklődőjével. Tudnélik, ennek az összbenyomásnak a veleje, a vegetatív ritmusa az, hogy itt minden stimmel, minden rendben találtatik, és majdhogy nem kifogástalanul működik. Mert ezen a művésztelepen egyenletes a részvevő művészek teljesítménye, a meghívott alkotók barátságban képesek eltölteni a számukra kiszabott időt, sőt, megtermékenyítően ösztönzik egymást a munkára. De megfelelőek a munkakörülmények is, jó a vendéglátás és a sajtókommunikáció, zökkenőmentes a szervezés, a polgármester és a képviselőtestület jóvoltából mindig előteremtődnek az anyagi feltételek, egy nívós galéria is épült menet közben többek között a megszületett művek bemutatására, és ezen felül egy országos, s talán európai értelemben is színvonalas és értékes városi gyűjtemény utópiákon túli, józan körvonalai is kibontakoztak már a távlatos időben. A művésztelepeket kísérő tárlatok szabványméretű, ám de egyedi tervezésű katalógusa is akadálytalanul megjelennek a megyei jogú város önkormányzatának támogatásával. Ennek az egész ügynek az animátora, szervező embere, spiritus rektora, Kéri Mihály festőművész, aki maga is termékeny alkotója az érdi közösségnek. Ilyenkor, mikor a falakon vannak a képek, akkor látszik igazán, hogy milyen minőségű alkotások jöttek itt létre. Mert valóban egy kiállítás az szerintem olyan, mint egy szentély, amelyik megemeli egy kicsit a műalkotásokat is, és itt most ez történt. Tulajdonképpen ez egy válogatott anyag, ennél körülbelül 3-szor több mű készült el a művésztelepen, és ez a válogatás is jót tett neki, ahogy itt körbenézek, mert valóban a legjobb minőségű alkotásokat raktuk ki most a falakra, és most úgy érzem, hogy körülnéztem, hogy akár Európában, bármelyik nagyváros kiállító termében megállná a helyét ez a
művésztelepi kiállítás, ami itt van most az Érdi Galériában. Valahogy a mai világban a kultúra és a művészet iránti érdeklődés, nem csak Érden, az egész országban, és nem csak az országban, hanem Európában, de az Egyesült Államokban is. Tehát szinte globális jelenség az, hogy az úgynevezett elit művészettől, mert a populáris művészet közönsége az megvan. Tehát a könnyű zenének, és így tovább mondhatnám, megvan a közönsége. De a komolyabb műfajok közönsége az egy szűk rétegé zsugorodott össze. Ezt Érden is látjuk, megpróbálunk küzdeni ellene, de azért vannak rajtunk kívülálló okai is ennek, és ezt nem akarom felsorolni azokat a szociális, anyagi, egyéb problémákat, amivel a családok nem tudom kik küzdenek. Nem akarom a művészet neveléssel kapcsolatos kérdéseket most itt boncolgatni, hogy azért az iskolákban is több óraszám kéne ezeknek a területeknek, vagy egyáltalán a kreativitás kérdését azt talán néha fel kéne tenni, hogy a nevelésben ez fontosabb legyen, mint ahogy most látjuk. Nem nevelődik ki egy új közönség a kultúrának. Azért kell megtartani ezeket az objektumokat, hogy ezek kinevelődjenek. Mi, akik itt vagyunk, én azt gondolom, hogy örülhetünk ennek a kiállításnak. Örülhetünk, hogy sikerült most már 5. alkalommal megrendezni magát a művésztelepet, és a művésztelepnek mindig nagyon látványos eredménye van, amit pedig be tudunk mutatni itt a nagy közönségnek, az Érdi Vigadóba. Én azt hiszem, hogy büszkék lehetünk arra, hogy ez is sikerült. Ezt is sikerült meghonosítani a városunkban, most már 5. alkalommal, és majd a 6., meg a 16., meg a 26. alkalommal is, remélhetőleg akár előbb-utóbb még kicsit konkurenciájára is lehetünk más kiállításoknak és más kiállítás megnyitóinak, ami talán most még nem sikerült. Én azt remélem ettől a folyamattól, hogy a városi művészeti élet egyre inkább természetessé válik, nem csak a kiállítás megnyitón várhatjuk el azt a közönségtől, hogy megjelenjen ebben a kiállítóteremben, hanem úgy általában egy programmá válhat a városban, és ezért köszönetet kell mondanom mindazoknak az alkotóknak, azoknak a szervezőknek, akik ezért dolgoztak, az idejüket, szellemi kapacitásukat áldozták, illetve hogy létrehozták ezeket az alkotásokat. És azért egy dolgot még szeretnék hangsúlyozni, ezt többször megpróbáltuk már tudatosítani az emberekben, hogy igaz, hogy válság van, de ez válsághoz már azt kell mondjam, hogy 2013 éve hozzászokhatunk, mert mindig van valamilyen tekintetben válság, de Magyarországon a művészeti alkotások, a szellemi alkotások mindig képesek voltak arra, hogy elfelejtessék velünk a válságot. Ezek az alkotások nem a válság termékei, hanem egy-egy nagyon tehetséges művésznek az alkotásai, és én úgy érzem, hogy erre bármilyen helyzetben büszkék lehetünk. Aknai János például olyan szabályos és szabálytalan háromszögek, téglalapok és trapézok síkmértani alakzataival alakítja, osztja a teret, ahol az egymás mellé illeszkedő monokrom kékeknek csak néhány, és esetleg a tiszta sárgának csak egy-egy homogén árnyalata érzékelteti az áttetsző ég transzcendentális végtelenségét és a földre érkező nap szakrális fényét. Ugyannyira elképzelt, mint valós,
égi és földi emlékvárosának színes és ugyancsak síkszerűen egymáshoz ízesülő épületelemeit tehát ebbe a sokkal inkább jelzett, mint valóságos térbe helyezi. Őri Emil nem csak a kép címeivel, In Memoriam Malevich, de a festményeinek érzelmi térérzeteket keltő tiszta színmezőibe helyezett sík geometrikus formáival is megidézi a festő ideológus szellemét és szuprematizmusának vizuális nyelvezetét, amelynek egyik visszatérő eleme a fekete négyzet. Táblaképeinek egy egyszerű mértani elemeket gondolati és érzelmi összefüggésrendszerekbe helyező puritán logikája olyan filozófiai mélységeket és asszociációkat sejtett, amelynek egyetlen és legfőbb központi problémája maga az emberi élet. Felugosi László fekete színmezőbe, imaginárus térbe helyezett fej, illetve kapumotívuma egyszerre tiszteleg a tárgy nélküli absztrakt geometrikus festészet megalapítója és az amerikai absztrakt expresszionizmus atyja, a csurgatásos, fröskörléses gesztusfestészetet utánozhatatlan magas hőfokon művelő Jackson Pollock előtt. A művész képeinek hangulata, mintha párhuzamot, sorsközösséget vonna, teremtene a két tragikus sorsú alkotó, valamint a saját maga zsenie és magányossága között. Kudák Maja számára tulajdonképpen egyetlen tér létezik. Önnön lelkének fonalakkal, szalagokkal keresztül kasul járt bonyolult labirintusa, amelyben, akár csak saját maga, eltéved, fennakad minden két lábon járó Tézeusz. A fiatal alkotó monomániás következetességgel keresi a hely specifikus szobák vagy dobozok, kusza labirintusokká alakított metaforikus tereiben, videókazetták kihúzott és itt-ott megfestett, faltól falig, oldaltól oldalig feszített mágneses szalagjainak segítségével kiúttalanná tett lélekkamráiban és az ezekről készült festményeiben az elveszettnek hitt vagy sohasem célba érő kapcsolatait. Kalocsai Enikő az eget a vízzel összeházasító, a tükröződés által a kettőt szétválaszthatatlanul összevegyítő, az alkotó szemlélőt láthatatlanná tevő és csak látszólag kirekesztő, megfoghatatlanul mozgalmas, virtuális tere, valójában az égi és földi szerelem fluid, képlékeny és villódzó, egyben narcisztikus metaforája. A képek kiindulási pontja a természet, az eredmény viszont olyannyira elvont, fényben és árnyékban füröztött, szent lelkes és egyben anyagtalan fenomén, amely valósággal beszippantja, átlényegíti és újra teremti az embert. Kás Manfred úgy teremt a valóságból nem valóságos teret, hogy a természet látképét, legyen annak célkeresztjében például egy ártéri erdő, a látványvilágból kiszűrt és átszitált színeszencia testek segítségével függőleges tónus struktúrájú fényszín szövedék kialakítja. Az erdő levélzöldjei és sárgái, a fatörzsek és a talaj barnái az emlékezés által elveszítik formai konkrétságokat, és a képzelet jótékony hatására apró foltok sűrű, vertikális társulásaival rendeződve teljesen átalakulnak és átlényegülnek, az ég és a föld közé üzenet közvetítő színhúrokká feszülnek.
Kéri Mihály számára a fizikai tér bármilyen formájának ábrázolása kizárt. Művészeti krédójának ez az alapállása. A képet tehát egy olyan vetítővászonnak tekinti, amely kifeszítve nem csak hogy eltakarja a látott valóságot, de amelyre a tárnyékű világ derékszögű koordinátarendszerbe komponált homogén és informál gesztusokat és anyagnyomatokat rétegző képmezői, mint az emberi lélekműködés belülről fakadó érzelmi állapotai és érzetei kerülnek. Felfogása így módon igencsak közel áll a malevichi szuprematizmushoz. Kovács Johanna a fehér, tehát a végtelen teret asszociáló képmezőből, mint egy képlékeny, meszes, gipszes masszából hívja elő, formázza meg, reliefszerűen plasztikus, egyszerre éles és homályos, antropometrikus vízióit. Ezek az expresszív látomások többnyire gubancos emberi sorsmodelleket, apró, ám de sűrített érzelemvilágú, örökösen csúcsra járatott drámai és tragikus hétköznapi életszituációkat ábrázolnak, jelenítenek meg, múltba révedő sejtelmekkel és jövőben néző egzisztenciális félelmekkel. Puha Ferenc a maga érzelemvilágának tárgyává és témájává teszi Malevichot. Az ő tere képzeti tér, amelynek nem valóságos mélységérzetét a monokróm színek, a geometriát lazán és lazúrosan utánzó foltok és a heves kézjegyek tiszta vörösből, kékből, feketéből, szürkéből és fehérből képződő mozgalmas összhangzatai, csak a gesztusok szintjén keveredő zajos és csörömpölő harmóniái adják meg. Eszvarga Ágnes kabótere, akár a vaksötét éjszaka, fenyegető, perspektívátlan és örökidejű, ítéletnek tetsző, feneketlen csapda. A dermesztő kilátástalanság falakkal tágoló fekete terme, amelynek tapinthatatlan végtelenség érzetét csak az éterjen felderengő szellemi sejtelem, majd az itt-ott fókuszálódó isteni fényforrások, mint lélekben felizzó vakító turistajelek képesek megtörni és bevilágítani, illetve a szorongás labirintusából kivezető termek ajtajait felnyitni, s a tévejgő vándort a megigazolás útjára vezetni. És végül Wrobel Péter képtere olyan kozmikus rendeltetésű információs tér, amelynek minden eleme a világegyetem és az ember nyelvi természetű kommunikációjáról, érintkezéséről, üzenetváltásáról, interferenciájáról és kölcsönhatásáról szól. Ebben a kozmogén térben az ember számára minden jelenség egy-egy megfejtendő kód. A jeleknek és szimbólumoknak olyan logosszerű vagy megállapodás szerinti rendszere, amely dekódolásra vár. Az értelmezendő fenomén nyelvé válik, majd a nyelv maga is megfejtendő jelenségé.
Az érdi művésztelep különlegessége, egyedi arca, amely által megkülönböztethető az országban felelhető más időszakos szimpóziumoktól, éppen azáltal keletkezik és mimikázik mindig ugyanúgy és másképpen, mert benne karakter találkozik karakterrel. Szakolcai Lajos író, kritikus legalábbis ebben látja az érdi nyári kolónia legfőbb jellegzetességét, és abban is, hogy értéket állít szembe értékkel. Tehát az irányzatoktól és kifejezésmódoktól függetlenül egyedül csak az esztétikailag mérhető teljesítmény számít a csoportban tevékenykedő alkotók számára. Az idei műhely munka régi és új résztvevőinek a véleménye megegyezik abban, hogy eleddig ez volt a legjobb és legtermékenyebb művésztelep. Ehhez az eredményességhez talán az is hozzájárult, hogy ezen a nyáron egy eléggé megengedő téma, a tér is serkentette az alkotók képzeletvilágát. Ezt a feladványt ugyanis mindenki könnyedén megoldotta, vagy ha magassági akadályt mondanánk, akkor meg különösebb nehézség nélkül megugrotta, hiszen minden egyes alkotó személyes tematikájában már eleve szerepelt a térrel, mint formai problémával, szellemi, lelki, gondolati, képzeleti, eszmei vagy átvivő, transzparens felületi tartalommal való foglalatosság. Így az egyenként jól elkülöníthető karakterisztikus szemléletek, egyedi vizuális nyelvi rendszerek és technikák, valamint a sajátos eszköztárak, tévútra vivő eltérülés, elferdülés és kizökkenés nélkül ültették át a maguk területére, fogadták be a maguk világába a tér általános kérdéskörét. Ám a tér témája asszociálhatta a Málevics évfordulót is, vagy fordítva, a Málevics évforduló a tér abstrakcióját. Tudnék, a lengyel származású orosz művész éppen 100 éve, 1913-tól kezdve hosszú ideig csak körökből és négyzetekből alakította ki képei téma univerzumát. Elméletét, művészet filozófiáját szuprematizmusnak, tehát a tárgyi világ felett álló legfelsőbb hatalomnak, tiszta érzékenységnek vagy érzetnek, azaz egy mindenek felett álló, minden tárgyi vonatkozást elhagyó, elvető, nem ábrázoló, geometrikus abstrakciónak nevezte. Az egész kiállítási anyag jó részt non-figuratív művekből áll. Van ebbe két kivétel, tulajdonképpen Kars Manfredé és Kalocsai Enikőjé, de ők is olyan elvontak és annyira stilizáltak, hogy néha ember legyen a talpán, aki beléjük látja azt a természeti hátteret, ami tulajdonképpen a témát megadja a festőknél. Kars Manfréd ott a szigeten levő erdőket festette, az inspirálta azt a három műalkotást, ami itt van tőle. Kalocsai Enikőt természetesen könnyebb megközelíteni, ő vízfelületeket festett, lehet, hogy éppen az érdi Duna volt az, amelyik megihlette itt a művésztelepen. A többi az absztrakt kép, ezek közül van expresszív, megoldású műalkotás vagy műalkotás sorozat a Munkácsi díjas fej Lugosi Lászlótól, és van konstruktív, szerkezetes, a kompozícióra hangsúlyt helyező műalkotás többektől is. Számomra meglepetés, hogy teljesen konkrét, tiszta konstruktivizmusra jelent meg Őri Emil ezen a kiállításon, itt van mögöttem a másik falon,
és hát Aknai János is ezt az irányzatot képviseli. Olyan változás látszik, minthogyha hatással lennének egymásra ez alatt, az 5 év alatt az itt megjelenő képzőművészek. Nem azt, hogy elveszítették volna az eredeti stílusukat, és elkezdtek volna valami mást, de az eredeti stílusuk gazdagodott azzal, hogy beépült valami másfajta szemlélet is, vagy azoknak a morzsái, amit esetleg mások műalkotásainak a hatására épített be a művész, tudattal vagy öntudatlanul. Fénykép című kulturális magazin műsorunkat látták, adásunkat megnézhetik a www.érthiradó.hu internetes portálon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Sziasztok! Színház, színház, tévé!